Üdvözlöm Önöket, ez itt az Egyenlítő, méghozzá egy speciális helyszínről, innen az Aquarium Klubból, a Zöldgömb Fesztiválról, ahogy azt ígértem, kezdünk is! Na és akkor el is kezdjük, itt van két szervező, egy fesztiváligazgató, Mohéi Andrea, és a főszervező Heiling Zsolt, sziasztok! Szia, Ricsi! Szia! Annyira izgi, meg nem nyíltak ki a kapuk. Ugye, hogy még nagyban pakolás van, őrült hát módjára. Egyelőre a kiállítóink érkeznek, és pakolják ki a kincseiket az asztalokra, és lassan az előadók is megjönnek, úgyhogy mi még izgulunk, mert még minden üres. Itt ugye már felvétel van, hiszen most... Mi vagyunk az elsők, igen. Így van. Szeretnék veletek játszani, jó? Nem leshettek. Wow. Meg gonoszsággal készültem mindenki. Kora reggel. Kora reggeli gonoszság és kedvesség a részemről. Kik azok a kiállítók, és már itt vannak és figyelnek rátok, akikre a leginkább kíváncsiak vagytok, ha van ilyen? Ez övön aluli. Aranyos kérdés. Nincs ilyen. Minden kiállítónkra nagyon büszkék vagyunk. Ráadásul elmondhatjuk, hogy elég sokan már a korábbi években is itt voltak, úgyhogy ez most nekünk nagy szerencsém, ők önjáróak. Tehát, hogy azért úgy látom, hogy alakul úgy is, hogy csak beérkeznek, és már keresik is a helyüket, és elfoglalják. Tehát, hogy nekünk most szervezőknek ez azért nagy segítség, hogy nem kell minden pillanatban velük lenni. Szerintem nagyon sok jó kiállító lesz. Én nem emelnék ki, mert nem. Én igen. Tudtam, hogy én ez igen. Lesz. Igen? Igen. Csináld. Ugyanis érkezik egy 4 méteres szürke marha a nagyhalba. Én már csak azért is kíváncsi vagyok rá, mert nem tudom, hogy fog beférni. Tehát, mi ez még egyszer, hogy négy? Egy szürke marha. De egy élő állat? Nem, hát a... Egy mutáns, igen. Nincsi, a szürke marha nem 4 méteres. Tehát... Nem tudom, ma már bármi lehet. Jó, ugye ez a harmadik Zöldgömb Fesztivál. Így van. Hogyan fejlődik egy ilyen fesztivál? Szóval, hogy gondolom, az elején lehet, hogy még egy kicsit nehezebb volt előadókat találni, vagy kiállítókat találni, most meg már mindenki jelentkezik, és itt akar lenni? Ezt hogy lehet elképzelni szervezői szemmel? Én az első évben, hát az előadókat, azokat elsősorban én kértem föl. Én nagyon meglepődtem azon, hogy mennyire lelkesek voltak. Úgy emlékszem, hogy már az első évben is talán egyetlen egy olyan előadó nem jött el, aki időben a egyéb programjai miatt nem tudta. Hogy most ez annak köszönhető, hogy már a koncepciónk jó volt, és úgy érezték, hogy ők ebben szeretnének részt venni emiatt, nem tudom. De a koncepció jó. Egy megerősítés innen. Bocsánat, hogy itt dicsérem magunkat, de hogy ennek volt-e köszönhető, nem tudom. Pedig nyilván azért olyan előadókról beszélünk, akik nagyon népszerűek, és nagyon sok rendezvényre, eseményre hívják őket, külföldi konferenciákra járnak. Úgyhogy ezzel nem volt gondunk. A kiállítók szintén nagyon szívesen jöttek. Ugye nálunk elég sok olyan civil szervezet állít ki, akiknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy itt megmutatkozzanak. Tehát, hogy nyilván azért nekik ez egy lehetőség volt, azért ez egy könnyebb szervezési feladat. És hát igen, minden évben levonjuk a konzekvenciákat. Tehát mindig találunk olyat, amit lehet javítani, és hát ezt szerint módosítunk. Meg hát van egy organikus fejlődése az egésznek, tehát ugye ez a harmadik alkalom. A második alkalommal már hát kb. 2-szer annyi látogatónk volt, mint az első Zöldgömb Fesztiválon.
és minden évben van valami újdonság. Tehát, hogyha itt a hátunk mögé tekintünk, akkor például nekem az egyik kedvenc címlapom lesz valószínűleg a Földgömb zöld külön száma, ami a mai nap jelenik meg egy nagyon aranyos méhecskével a címlapon, hiszen a városi méhészkedésről is lehet olvasni benne. És hát ez a tematikus számunk, ez kapcsolódik a fesztiválhoz. Tehát lesz majd a szerzőnek egy előadása az egyik előadóteremben. Ez például egy ilyen újdonság. Az is újdonság, hogy az Ozon TV közvetít a fesztivál helyszínéről, aminek mi nagyon örülünk. És hát egyúttal az előadóink is be fognak majd itt a nap folyamán mutatkozni a pódiumon. És ez megint egy olyan hozzáadott érték, ami én azt gondolom, hogy fontos, hogy minél több emberhez juthasson el az az üzenet, amit az előadóink, a látogatóink üzennek a nagyvilágnak, a publikumnak. Meg azért azt is hozzátenném, hogy ez erőforrás kérdése is. Tehát, hogy nyilván az első évben, ott még, amikor nincs rutinunk, akkor azt kell kitalálnunk, hogy ez minden azért működőképes legyen, és összeálljon, és szervezetten jó. Utána van lehetőség több ötletelésre, tehát, hogy minél több dolgot még hozzátegyünk a rendezés, szervezéshez. Ezt ti is érzékelitek, nem? Hogy egyre inkább... Nem jut eszembe jobb szó, de szexi ez a zöld téma, nem? Ezt is észreveszitek? Hát amikor még elkezdtük, akkor ez még ilyen határeset volt, ez a kijelentés. Most valahogy az elmúlt évben valóban ez a téma kicsit fölkapottabb lett. Hát ugye volt néhány olyan nagy nemzetközi esemény, meg sajnos természeti katasztrófa is, ami egy kicsit felszínre emelt, vagy még jobban felszínre emelte azokat a problémákat, amik aztán arra ösztönzik az embereket, hogy bizony másképp kéne élni. Más életmódot kellene folytatnunk. Tehát ez valóban, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos szexi részben, mert ennek megvan az oka. Részben meg örülök neki, mert hogyha olyan nagy eredménnyel esetleg nem is jár az a kvázi zöld életmód, amit mi itt hirdetünk, de mindenképpen egy jobb életminőséget jelent mindenki számára akkor is. Van egy arcpolitikája a fesztiválnak? Egy mondattal? Nem készültünk egy mondattal, Ricsi. Hát jó, de hogy ahogy meg tudnátok fogalmazni. Zöldülj velünk. Zöldülj velünk? Ez a motto. Ez tetszik? Én szeretem, igen. Jó. Honnaptól te is legyél zöldebb. Így van. Például. Jó. Az, hogy ide valaki eljön egyébként, hogyha nulláról indul, bár nagyon nehéz ma nulláról indulni, hogy mennyire szakmaiak ezek az előadások, ezek a beszélgetések, vagy hogyha bejön ide valaki, akkor így ezt mindenki érteti, mert nem a szakmának szól, és nem szakzsargonnal van tele. Hát én leginkább azt szoktam mondani, hogy a mi rendezvényünk legalább annyira összetett, mint maga a zöld életmód. Hiszen ha valaki természet közeli módon, ökotudatosan, hogy ezzel a szép szóval éljek, zölden szeretne élni, az gyakorlatilag az egész életmódját át kell, hogy hassa. Gyakorlatilag az étkezéstől, a közlekedésen át, a lakhatásig minden területét úgy kell berendezni az életünknek, hogy azzal minél kisebb hatással legyünk a természettel, és vagy ha hatással vagyunk, akkor inkább pozitív, ne romboló hatással. Tehát mi magát a rendezvényt is úgy próbáltuk összerakni, hogy egyrészt tematikailag is sokszínű legyen, és tekintettel arra, hogy ennek egy életmódnak kell lennie. Ezért gondoltuk azt, hogy ha már életmód, akkor ne aput vagy anyut szólítsuk meg, vagy csak a gyerekeket, hanem legyen egy családi rendezvény. Tehát ahol egy egész család el tud jönni, a legkisebbektől, egészen a nagyszülőkig akár, és mindenki találjon magának hasznos, érdekes témát, előadásokat, kiállítókat, játékot, szórakozást is. Ugye nálunk azért a közérthetőség az alapkoncepciónak a része. Tehát ugye ismeretterjesztéssel foglalkozunk nagyon régóta, és pont azt a határt keressük, és remélem, hogy meg is találjuk most már több mint 10 éve, hogy tudományos megalapozottságú szakmai témákkal foglalkozzunk, de úgy, hogy ez közérthető legyen, és könnyen átmenjen minden korosztálynak. És szerintem ebbe a folyamatba illeszkedik a Zöld Gömb Fesztiválunk is. De vannak játékok? Vagy valami? Ezt régebben, lehet, hogy
hét próba volt, ugye a felfedezők napján. Átkeresztettük zöld próbára, mégiscsak. Igen? Jó, azért hangzik. Mondom, hogy akkor zöld jobban próba. Hangzik. Így van, zöld próba. Na, az micsoda? Hát igazából ugye a Zöld Gömb Fesztiválnak a felfedezők napja volt az előzménye, amit 7 éve rendeztünk meg először, és ott indítottunk egy nagyon sikeres játékot, 7 próba néven, amit átültettünk a Zöld Gömb Fesztiválra, és idén zöld próbának kereszteltük át, mégiscsak jobban illik a rendezvényhez. A játék borzasztóan egyszerű, kiállítóink a standjaikon készülnek különböző próbákkal, tudáspróbával, ügyességi játékokkal, amit a látogatóknak meg kell oldani. Lehetnek gyerekek, fiatalok, felnőttek, mindenki. Mondasz mindenki egy példát, hogy mire lehet számítani, hogy milyen játékokat képzeljünk el? Csak egy példát, vagy kettőt. Hogy mégis mi? Hát például vannak ilyen kiválasztós játékok, tehát mondjuk, hogy vakon valami anyag alatt, vagy letakart felület alatt kell kiválasztani, például lehet ez anyagismeret, de lehet olyasmi, hogy mit gondol arról, amit kitapogat, hogy ez újrahasznosítható hulladék, vagy sem. Vannak ilyen kreatív játékok, hogy például, nem tudom, különböző magokból képeket ragaszgatnak ki, amit ugye haza is tudnak utána vinni a gyerekek, tehát alkotások, de lehet például itt fönt mögöttünk olyan stand lesz, ahol a játék az arról szól, hogy ékszereket gyártanak, újra hasznosítanak különböző anyagokból, amik a háztartásban keletkeznek. Jó, akkor tényleg apa, anya és a gyerek is el tud játszani, és közben tanul, játszva tanul, milyen szép. Így van, és hát ugye a fontos eleme a játéknak, hogy egy zöld próba útlevélben lehet a helyszíneken pecséteket ami ott is ülteni. Van, most szemléltetjük, igen. Egyet. És ha valaki összegyűjtötte a 7 pecsétet, akkor részt vesz a sorsoláson. Ugye a délelőtti vendégeinknek és a délutániaknak is tartunk kettő egy sorsolás. Kettő sorsolás lesz. 2-kor és 6 órakor. És hát értékes nyereményeket lehet nyerni. Elsősorban a kiállítóink által felajánlott kisebb-nagyobb ajándékokat, akár ékszereket, vagy parafaneszeszert, de lesz Drive Now regisztrációs és vezetési utalvány lesz a fődíjunk 20 000 forint értékben, tehát érdemes játszani. És hát még ezer gondolom, igen, de mindent ne soroljuk fel, mert akkor elmegy az összes időnk, ami van. Van-e tematika, amit most erre a fesztiválra felszeretnétek húzni, vagy nincs tematika, hanem különböző témák vannak, amiben bele-bele tudunk kóstolni? Hát mi, tehát hogy nem szoktunk egyik évben sem fókusztémát keresni, nyilván vannak azok a területek, ami kikerülhetetlenek. Ez legyen a hulladékgazdálkodás, közlekedéssel, levegővel kapcsolatos. Tehát, hogy ezekkel mi is foglalkozunk, de ezen kívül azért kitekintünk, tehát, hogy azért próbálunk mindenféle érdekességet, nem szokványos témákat behozni. Például az első egyik előadásunk az egy környezetpszichológus előadó, Dúl Andrea fog egy előadást tartani, nagy érdeklődésre számítunk. Ugye most a klímaszorongással nagyon sokan foglalkoznak, tehát hogy ez is most egy olyan téma, egy szexi téma. Ami klímaszorongás. Na de mi nem ezzel, mi pont az ellenkezőjével. Tehát hogy mi azt keressük, hogy a természetet hogy tudja úgy a városi ember behozni az életébe, hogy ez pozitív hatással legyen a pszichéjére. Tehát hogy ez egy... Meg hogy ez mennyire hiányzik. Így mert van. Ugye eredendően az ember ugye erdőlakó volt, bármilyen szépen is akarunk fogalmazni, igen. Most meg ugye erdőt nem. De hogy erre gyakran. Vannak nagyon jó technikák, amivel ezen lehet segíteni, és erről fog például beszélni. Hogyan tudok túlélni a városban? Hogyan tudod jobban érezni magad a városban, aminek nyilván más vetületei is vannak, tehát hogy a környezetünk, zöld területek aránya, stb., milyen a levegő minősége, de hogy azért vannak olyan egyéni lehetőségek is, igen. Pakolnak, csak igen. Borulni ne boruljon. Igen. Amit mi meg tudunk saját magunk számára teremteni. De egyébként érdekes, mert mi provokáljuk is a leendő látogatóinkat. Tehát például ehhez az előadáshoz kapcsolódóan egy szavazást készítettünk a fesztiválnak a közösségi oldalán, és például az volt a kérdés, hogy ki milyen környezetben gondolja, mennyire kell, hogy természet közeli legyen az a környezet, ahol lakik, és én ilyen provokatív kérdéseket tettem el, hogy például az egyik kérdés az volt, vagy válasz lehetőség az volt, hogy gyakorlatilag városban nem lehet minőségi életet élni, irányvidék.
A másik válasz lehetőség az volt, hogy legalább heti 1-2 óra természetben töltött idő, az már egy minőségi ugrás lehet az életben, és akkor még voltak fokozatok, és mindig nagyon érdekes, hogy mi a közkedvelt válasz a látogatóink szempontjából. Mondjuk az érezhető, hogy a látogatóinknak a túlnyomó része azért a nagy átlagnál sokkal zöldebben gondolkozik. Ennek ellenére mi szeretnénk olyanokat is vendégül látni a mai rendezvényen, akiket még nem csapott meg a zöldülés szele. Na, de majd ma. De majd ma. De majd most. Azért nagyon sok témát, szóval a gasztronómiáról is szó lesz, felelős gasztrohősök segítségével is, például levegőminőségről, közösségi közlekedésről, önvezető autórendszerek. Szóval ezer-ezer ilyen dolog van. Van olyan, ami mondjuk személy szerint, és most nyilván nem azt szeretném, hogy egy embert vagy egy témát emeljünk ki, de ami benneteket a leginkább foglalkoztat, vagy a legérdekesebbnek tűnik így elsőre? Hát én villamosmérnök vagyok gyárilag, bár eléggé elszakadtam a témától, de ezért is érdekelnek ezek a témát, amit említettél, az önvezető autók, de engem borzasztóan érdekel a BKK-tól fog érkezni egy kolléga, aki a közösségi közlekedés jövőjéről, azokról a stratégiákról, fejlesztési irányokról, lehetőségekről fog egy nagyon érdekes előadást tartani, ami hát közvetlenül érinti az összes budapestit, hiszen a napunknak egy jelentős részét törtjük azzal, hogy a városban A-ból B-be el szeretnénk jutni. Több-kevesebb öröm és bosszúság kíséri mindezt. Úgyhogy ez például egy nagyon érdekes előadás lesz, amit remélem, hogy én is meg fogok tudni hallgatni. Hát nekem azt hiszem talán a méhek. Tehát ez a városi méhészkedés, igen. Nekem nagyon jó a kapcsolatom az ízeltlábúakkal, bogarakkal, rovarokkal. Tényleg kifejezetten szeretem. Szóval kell elképzelni egyébként, hogy jó a kapcsolatod. Hát, hogy én például imádom a pókokat. Tehát, hogy nekem komolyan, és én azért pókhálózok, mert ciki, hogyha mondjuk vendégség jön, de hogy én így nagyon tudnék velük együtt élni. Hát meg segítenek elkapni a legyeket, muslicát, szúnyogot. Nekem ez így rendben van, hogy így szimbiózis, ilyen kis, igen, hogy így együtt élünk. És a méhészkedés egy olyasmi, amit én nagyon szívesen kipróbálnék. Persze ugye ez a kipróbálás, ez nem ilyen, hogy oda megyek és kipróbálom, ezt meg kellene tanulni, de én ezt nagyon szívesen csinálnám. És hogyha például lenne egy ilyen rendszer, mint amit a cikkünk is ugye a Földgömb magazinban erről szól, hogy Ljubljanában megvalósítottak egy ilyen közösségi méhészkedést. Én például ugye belvárosban lakom, de én nagyon szívesen a háztetőnkön foglalkoznék ezzel. Kaptárokkal? Igen, én ezt szívesen. Ez lehet csinálom. Egyébként, hogy erre van esély? Abszolút, igen. Mármint, hogy itthon, Budapesten? Ja, hát ez nagy kérdés. Tehát, hogy nyilván itt szerintem szabályozása meg együttélésem, mert én szeretem a méheket, más meg kifut tőlük a világból. És akkor ezt, tehát, hogy eleve az ismeretet erről tudni, hogy lehet velük együtt élni, hogy okozhat-e problémát, vagy nem. Ljubljanában is. Szétcsípje a szomszédokat. Például, tehát, hogy ilyen csomó félelem, amit nyilván, ha máshol van erre tapasztalat, akkor már ezt el lehet mondani, hogy ez nem így működik, de hát ezt, tehát, hogy nem lehet csak így bedobni, hogy én fölmegyek és egy kaptárt állítok a tetőre. De hogy én igen, ez engem nagyon érdekel. Tehát ez a mi feladatunk, az ismeretterjesztés, a szemléletformálás, hogy megpróbáljunk olyan tabukat ledönteni az emberekben, amiket önmaguktól nem biztos, hogy megugranának, pedig igazából nincs olyan ok, ami miatt például mondjuk a méhektől félni kellene, és igenis lehet változtatni a gondolkodásunkba, és kell is nagyon sok szempontból. Most lehet, hogy le fogom magam buktatni, előre elnézést. De az újdonság, hogy filmvetítés is van? Nem. Nem igaz. Tavaly is volt. Tényleg? Komolyan? Volt tavaly is? Igen. Így van. Jézusom, mi van a memóriámmal? Jó, akkor ez nem újdonság, de lehet filmeket is nézni. Így van, a természetfilm.hu és a Film Dzsungel jóvoltából gyakorlatilag 8 órányi filmanyagot hoztunk. Elsősorban környezetvédelem, természetjárás, természetfotózás lesz a fő téma. Ezt borzasztóan sajnálom, hogy ezt nem fogom látni, de az a szerencse, hogy ez a szervezőknek a kiváltsága, hogy nekem megvan a laptopomon, és meg tudom otthon majd nézni az összes filmet. Csalás. Úgyhogy, de lesz olyan is, amit valószínűleg még nem láttak, nem is vetítettek még tudtommal sehol.
Tehát mindenképpen érdemes akár a moziba is beülni egy fél órára, akár egy órára is. Hát ugye ebbe az az érdekesség, hogy ez a rendezvény sokszínűségéhez tartozik, hogy ez nem egy külön teremben van, hanem abban a teremben egyben kiállítók is vannak, ott játszani is lehet, illetve ott lesz majd a vlogversenyünknek a díjátadója. Tehát, hogyha mondjuk megfárad a kiállítás látogatója, és egy picit szeretne megpihenni, vagy pont konkrétan kinéz magának egy filmet, akkor itt ezt is meg tudja tenni, hogy ott leüljön. Ugye Zöldgömb Fesztiválon vagyunk, még mindig tart a pakolás, ezért van néha egy kicsit nagyobb háttérzaj. Na de aki Zöld Fesztivált szervez, a saját életébe hogy miképpen tudja beépíteni ezt a gondolatot? Ha hiszed, hanem mi is fejlődünk. Tehát én bevallom őszintén, vannak olyan dolgok, amik nekem is jobban belopták magukat az életembe. Például én siófoki gyerek vagyok, és Siófokon például nincsen szelektív, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, csak hulladékudvar van, és borzasztóan macerás, hogy az ember összegyűjtse otthon, elvigye hónapról hónapra, és például mióta a Zöldgömb Fesztivált csináljuk, azóta kezdtem el én Siófokon is szelektíven gyűjteni a hulladékot, ami ott sokkal több energiabefektetést jelent, mint mondjuk Budapesten, ahol van házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. Nehezen. Röviden, nehezen. Köszönöm. Nem, kifejtem bővebben, mert egyébként ez egy másik aspektus. Én azt tettem észre, hogy tehát én is ezt kis lépésekkel kezdtem el. Viszont amik már beépülnek, az olyan, mintha nem lenne. Tehát, hogy szinte folyamatosan van egyfajta ilyen bűntudatom, hogy még többet kéne... De nekünk nem ez a célunk, hogy bűntudatot. Nyilván, én ezt most csak elmesélem a Ricsinek, hogy én ezt hogy élem meg. Tehát, hogy van, amikor úgy érzem, hogy ennél sokkal többet kéne tenni. De hogyha mondjuk összeszedem, hogy már ebben a folyamatban hol vagyok, akkor meg azt gondolom, hogy hát ezért ezek az elmúlt évek megtették a hatásukat, meg mindez az információ, ami hozzám is eljut. Egyébként ez egy nagyon fontos eleme a fesztiválnak, hogy közel sem szeretnénk bűntudatot ébreszteni senkiben, hogy hú, bezzeg, te nem komposztálsz otthon a 30 négyzetméteres garzon lakásodba. Tehát a hetediken, tehát nyilván nem lehet mindent elsajátítani. Nekünk a fő célunk az, hogy ennek ellenére mutassunk olyan technikákat, olyan példákat, amiket át lehet ültetni a hétköznapokba, és ami fontos, hogy ha valaki ezt megtette, akkor utána örömet okozzon neki. Tehát, hogy azzal a mosolygósan kezdje a napot, hogy jaj, de jó, ma is tettem valamit azért, hogy szebb legyen, meg jobb a környezet, amiben élünk. Klímaszorongsz? Nem, hát azért igyekszem egyensúlyban tartani magam, csak hát pláne, hogy ezzel foglalkozom. Tehát mindig látom, hogy még mindig van előre, még mindig lehet nem itt tenni. Tehát, hogy ennyiben, hogy mondjuk nem tudom, én nagy húsevő vagyok, és azért az nekem egy folyamat, hogy ezt így mérsékeljem, mert hogy tudom, hogy az úgy jobb lesz. Tehát, hogy inkább csak az, hogy mivel sok információ jut el hozzám, így azért érzem a nyomást. De hát közben meg már egy csomó lépést tettem, tehát, hogy így balanszírozok. Alatsz a cél felé szépen, igen. Lassan, komótosan. Jó, igazából nem sokára meg fog nyílni a fesztivál. Összes kapuja és ajtaja, ugye már nincsen nagyon sok hátra. Milyen elvárásotok van? Itt zárásként. Mikor lennétek a nap végén a legboldogabbak? Ez a nap végén az azt jelenti a tévénézőknek, hogy a hétvégén, vagyis a pénteken, de hogy nektek a nap végén. Hát ha minél több mosolygó arcot látnánk, és minél többen úgy mennének haza, hogy ezt én is meg tudom csinálni. Ez nem is olyan nagy dolog. Én akkor lennék a legboldogabb. Hát sajnos én sem tudok mást mondani. Tehát, hogy tényleg ez, hogy amikor ez a benyomásunk van, hogy itt az emberek jól érezték magukat, hogy elégedettek, hogy mondjuk megkérdezik, hogy jövőre tudjuk-e már az időpontot, és tudjuk? November 8. Nem már tudjátok, hogy ez 2020 már, ugye? Igen. 2020. november 8-a. Zöldgömb Fesztivál. Helyszín? Akvárium. Nyilván. Ez a legszebb. Szóval, hogy ez akkor ez ilyen jó visszajelzés, hogy fú, akkor itt jól érezték magukat, és már most erre terveznek. Van olyan előadó vagy kiállító, aki itt van már a harmadik alkalommal, ilyen állandó vendégként? Ó, persze. Több is. Ahol így nagyon jó az együttműködés, nyilván. Van. Hát ott szemben
Dr. Pánik például, hát ugye? Mindjárt Csima, jön ide a hát színpadra Dr. Pánik. Jó felütést próbálok. Ez nagyon jó, köszönöm szépen. Ez a show business, mert show business nehéz szó, mert Dr. Pánikkal fogjuk folytatni, és mindenkire ráhozzuk a frászt. Perceken belül nektek. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor nem sokára hivatalosan megnyitjuk azokat a kapukat, ugye? Így van. Így van, várjuk. Fide izgulok. Aztán folytatjuk nagyon komoly beszélgetésekkel. Én nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést. Mi köszönjük, hogy így aztán vagytok. Jó fesztivált.